Európában már jó ideje minden évben valamilyen szívbetegség okozza a halálozások majdnem felét. Ez a statisztika hazánkban is érvényes. Magyarországon közel kétszer annyian vesztik életüket szív- és érrendszeri megbetegedésben, mint daganatos betegségben. A nemek közt is van eltérés, több nő halálát okozzák szív- és érrendszeri megbetegedések, mint férfiét. A KSH adatok szerint nőknél ez az arány 57, míg férfiaknál 45%. Eddig a Magyar Kardiológusok Társasága és a Kardiológus Világszövetség a szeptember utolsó vasárnapját dedikálta a szívvilágnapjának, de hát nyilván nem elég egy nap az egész évben erre felhívni a figyelmet. Igazi az lenne, hogy minden nap egyfajta szív tudatos nap lenne. Ha ez a hónap, akkor most hangsúlyozzuk, hogy a leggyakoribb szívbetegség a koszorúérbetegség, ami egy életkor után valamilyen szinten tulajdonképpen az ereinkben megjelenik. A nagy bajt akkor okozza, hogyha érelzáródás lép fel a koszorúéren, és akkor szívizom infarktus jön létre. Ez egy nagyon komoly halálozási tényező. Az összkardiovaszkuláris halálozásnak több mint felét adja Magyarországon. Van egyéb szívbetegség is, természetesen billentyű hibák, veleszületett szívbetegségek, de ezeknek a száma kisebb. A krónikus megbetegedések elkerülése érdekében nem feltétlenül kell drasztikus életmódváltásra gondolni. Ha mozgásszegényről aktívabb életmódra váltunk, 50%-kal csökkenthetjük a szívroham kialakulásának esélyét. Ehhez elég, hogyha például liftezés helyett a lépcsőzést választjuk. A megelőzés tekintetében tulajdonképpen az általános egészséges életmódot javasolhatjuk, ez a ereknek is nagyon jó lesz, ami azt jelenti, hogy dohányzást mindenképpen el kell kerülni, a testsúlyunkat korrában kell tartani, ami egyre nehezebb az életkor előre haladtával, de a diétát így kell megválasztani, zsírszegény diétát kellene használnunk mindig, illetve a főzéshez a olívaolaj vagy repceolaj az, ami ajánlott. A zöldségek, a halak természetesen jól alkalmazhatók a diétában, de az összkalória mennyiséget akkor is követnünk kell, hogyha a testsúlyunk emelkedése ellen küzdünk, vagy netán csökkenteni akarnánk. Ezeket érdemes megfogadni, ugyanis szívünk közel 97 ezer kilométer hosszú érhálózatot lát el. Ez kifeszítve 2,5-szer érné körbe a földet. Pozitív hatással van szervezetünkre a jó kedv is. Egy kiadós nevetés akár 20%-kal is növelheti a véráramlást testünkben, ez a hatás pedig akár 24 óráig is kitarthat.